hagyományos gitárfesztiválját tartotta meg Marosvásárhelyen a Harmonia Cordis Egyesület. Elnöke dr. Beke István Ferenc egyetemi oktató, gitárművész nem sokára beszámol az eseményekről, addig is következzen egy részlet a Marosvásárhelyi Fesztiválról. Augusztus 8 és 13 között tartották Marosvásárhelyen a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál idei kiadását. Ezekről kérdezem Beke István Ferenc gitárművészt, főszervezőt. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Annak alapján, amit hallhattunk, jól sikerült az idei kiadás is. Egy remek gitárduó volt. Igen, a duó Melis hallottuk az előbb, ők a világ egyik legjobb klasszikus gitárduója. A fesztivál az nagyon jól sikerült, még azzal egészíteném ki a felvezetődet, hogy nem csak Marosvásárhelyen, hanem Székelyudvarhelyen is voltak koncertek. Az elmúlt pár évet úgy emlékszem, hogy az elmúlt három évet szerveztük úgy, hogy Székelyudvarhelyen is szerveztünk párhuzamosan koncerteket a Marosvásárhelyi Fesztivál. Csak hát ezt így klasszikusan Marosvásárhelyi Fesztiválként ismeri a nagy közönség. Persze, igen, mert a Harmonia Cordis, az egész projekt az Marosvásárhelyről indult ki, utána Székelyudvarhelyen volt egy másik rendezvényünk, de azért, hogy sokkal jobb szinten tudjuk azt is megvalósítani, így összevontuk a kettőt, mivel én Székelyudvarhelyről származok, és egy kicsikét így fontos számomra udvarhely is. Vinni a zenét. Azzal szeretném vinni a kultúrát és a minél jobb előadókat. A minél jobb előadók, maradjunk itt egy picit, nemzetközi gitárfesztiválról van szó, évről évre elhozzátok a nagy neveket, a kevéssé ismerteket is. Milyen volt idén a felhozatal? Az idén 16 országból voltak meghívottjaink. A koncepció
szempontjából úgy terveztük meg az egész fesztivált, összesen 6 helyszínünk volt, és az első 3 koncert a Kultúrpalotában zajlott, a nagy terembe, a főkoncertekről beszélek, ott klasszikus jellegű koncertek voltak, az utolsó 3 koncert a várban, ott könnyebb stílusú flamenco, jazz, argentin zene, gypsy jazz, ami inkább könnyebben megszólította a nagy közönséget. A Kultúrpalotában az idén szintén a kis terembe szerveztünk egy olyan koncertet, ahol a marosvásárhelyi előadók léptek fel, egész fiataloktól, egyetemistákig, akár liceumi tanárokig. Ez egy régebbi projekt volt, csak a pandémia alatt leállítottuk, mert akkor nem tudtuk megszervezni, és megint, hogy a helyi előadóknak is adjunk egy teret, így ezt megszerveztük. Nagyon érdekesek voltak a koncertek, és tényleg, hogy nagyon nagy számba jött el a közönség is, hogy a fesztivál keretén belül vannak mesterkurzusok, az a szakmának szól direkt, mert ott egy egyéni kurzusról beszélünk, ott egy diák dolgozik egy tanárral, ott be kell jelentkezni, mert kész darabokkal jönnek. Voltak workshopok, az azt jelenti, hogy egy előadó művész a különböző technikákat mutatja be egy nagyobb közönségnek, ott teljesen nyitott volt, ott bárki beülhetett. Volt egy nagyon komoly nemzetközi versenyünk 4 kategóriában, 3 kategória fiatalokat szólította meg, 18 éves korig az különböző, 3 különböző korcsoport volt, és volt a korhatár nélküli versenyünk. Az úgy volt megtervezve, hogy az első fordulója online zajlott, és a döntő, ott 7 személy jutott be a döntőbe, és tényleg nagyon tágas volt a paletta, mert Lengyelországból, Olaszországból, Franciaországból, Magyarországból, Romániából jutottak be oda. A győztes az egy lengyel, fiatal gitárművész, aki egy 5000 eurós hangszert kapott. Összesen a díjaink értéke az meghaladta 10000 eurót. Erről majd még beszélünk egy picit, de előtte arról, hogy ugye idén, tehát emberi léptékben mérve idén lett nagykorú ez a fesztivál, ha nem tévedek, ez volt a 18. kiadása. Hogyan alakult ez az idők során? Tehát amikor onnan, amikor először megszervezted, egészen odáig, hogy ma már óriási közönséget szólít meg, és rengeteg előadót tudtok elhozni. Az egész projekt egy kistermes projektől, a Kultúrpalota kistermében indult. Amikor elkezdtem a doktori tanulmányaimat, abban az évben jöttem haza Németországba, mert azelőtt Magyarországon és Németországban is tanultam ösztöndiakkal, és akkor volt egy ilyen ötletem, hogy elhozni a külföldi tanárokat, akkor nem volt verseny, inkább a kurzusra tettem nagyobb hangsúlyt, csak koncertekre. És annyira jól sikerült az egész, hogy utána már második kiadását már vegyesen, hogy felét a kisterembe, felét a nagyterembe, és utána teljesen átértünk a nagyterembe, a Kultúrpalota nagytermébe. A 10. kiadásánál szerveztünk először szabadtéri koncertet, amikor először hoztuk el Ádi Meolát, mert már kétszer játszott a fesztiválunkon, nagyon nagy sikerre, több ezer ember előtt, és utána jött ez a folyamat, hogy kültéri koncerteket is szerveztünk, a pandémiában se álltunk le, ott teljesen kültéri koncerteket a várban megszerveztük teljesen mértékben a fesztivált, hogy ugyanúgy 6 naposan, és tényleg, hogy mindegyik évben meg volt szervezve a fesztivál, akkor a várban kültéri koncertek voltak, és a tavaly tértünk vissza megint a Kultúrpalotához, mert igazából az egész fesztivál onnan indult el, és nekem az valahogy a szívemcsücskem az egy olyan gyönyörű épület, és azért is volt a fesztivál Marosvásárhelyen megszervezve, mert a Kultúrpalotából indult ki, mert az tényleg egy gyönyörű és impozáns épület, és nagyon jó akusztikai. És akkor most már a tavalyi évben is úgy terveztük, hogy az első 3 klasszikusabb jellegű koncert, de minden este 4 előadóval az a Kultúrpalotába zajlott, és hogy már említettem, az ilyen szabadabb, nagy közönséget megszólító, vagy esetek, sok esetben családok is könnyebben, bátrabban kijöttek kisgyerekekkel, mert 500 szék volt letéve, és ha valaki már nem kapott széket, akkor ugyanúgy a fűbe, körbe legalább annyian ültek, hogy tényleg, hogy gyerekekkel is bátrabban kimertek jönni, vagy kicsit távolabb a színpadtól, vagy szülők közelebb, de a gyerekek ott tudtak futkározni, ugyanúgy, hogy nem zavarták a koncerteket. Amit épp koncertek alatt is elbeszéltük, hogy milyen érdekes, hogy a szabadtéri koncerten is annyira csend volt, és tényleg annyira figyelt a közönség, hogy tényleg, hogy meglepő, hogy tényleg fel se tűnt, hogy szabad, ilyen szempontból szabadtéri koncert, hogy de annyira az emberek azért a koncertekért jöttek oda. Ezt örömmel hallom.
A szervezésben nincs megállás, nincs pihenés, októberben már egy újabb esemény következik ezúttal Kolozsváron, a Zeneakadémián. Igen, októberben van egy kétnapos ilyen koncertsorozatunk, ezt elválasztottuk a novemberi Novum Gitár Fesztiváltól, mert októberben a gitár más oldalát szeretnénk megmutatni. Itt nem lesz klasszikus koncert, itt többnyire flamenco, lesz egy kortárs koncertünk, egy kortárs zeneszerzővel, két gitárs ütős hangszerekkel, és a másik nap ilyen fingerstyle, hogy Dzsongom és Miskó, Alexander Miskót lehet hallani, meg a kortárs zeneszerző, akit említettem, az Mathias de Plussy, egy francia nagyon neves zeneszerző, hogy ez a két nap így eltér a klasszikus oldalától, és utána meg lesz flamenco koncert táncosokkal, és Girán Péter, aki a Szegedi Egyetemnek az előadója, ő fog flamenco koncertet úton egy spanyol énekessel, meg egy táncossal tartani, és ő külön workshopot is fog az egyetemen tartani. Nagyon szeretném, vagy már elkezdtük ezt, és tovább szeretném ezt vinni, hogy különböző más stílusú előadókat is lehozni az egyetemre, hogy tényleg a diákok minél több technikai megoldást tudjanak megtanulni, hogy nyitott vagyok több ilyen technikai lehetőségre, és ez viszont a diákokat is nagyon bevonzotta, mert most ilyen pillanatban Kolozsváron oda jutottunk, hogy az ország legnagyobb gitárszakát hoztuk létre. Az idén is 80 felvételiztek hozzánk, hogy összesen több mint 25 gitárosunk van az egyetemen, hogy most már többen vannak nálunk, mint Bukarestben. Lesz, aki majd fesztiválokra járjon. Mesélj arról, hogy novemberben milyen lesz a Kolozsvári Gitárfesztivál, mire lehet majd számítani. Ahogy említettem, hogy az októberi nem klasszikus, a novemberi az viszont teljesen klasszikus gitár lesz, hogy valahogy most úgy fogtuk fel, hogy a Marosvásárhelyi Fesztivál, ami Székelyudvarhelyét is magába foglalja, hogy említettem, a Harmonia Cordis, az egy hatalmas gitárfesztivál. Akkor, hogy ott a gitárnak minden oldalát bemutatjuk, októberben Kolozsváron szervezzünk gitárkoncerteket, ami nem klasszikus, de viszont az egész a klasszikusból indult el, azért szerettem volna, hogy legyen olyan rendezvényünk, ami csak a klasszikus gitárnak szól, és ott csak nagyon neves klasszikus gitáreladók lépnek fel, és ez a Novum Generáció, ez a novemberi fesztiválunk, és itt fiataloknak is lehetőséget adunk, és nagyon sok egyetemi tanárt hívunk meg külföldről, mert ez a rendezvény keretén belül nincs verseny, hanem nagyon jó koncertek lesznek, és ugyanabban az időben ezek a külföldi előadók az egyetemi hallgatóknak fognak kurzusokat tartani. Kíváncsian várjuk. Maradt még két percünk, amikor szeretnélek egy picit a szervezői tapasztalataidról kérdezni. Azért nem lehet egyszerű egy ennyi sok embert felvonultató gitárfesztivált megszervezni. És ugye azt is tudjuk, hogy a művészekre, a művészetekre nem mindig van sok pénz. Hogyan sikerül neked ezt összehoznod? Mi a legnagyobb kihívás? A koncertek egész kezdet a fesztivál megvalósítása óta ingyenesek. Hogy ezért támogatókból és pályázatokból, többnyire most már pályázatokból hozzuk össze, mert most már nagyon nagy a költségvetése és támogatásban ez fizikai lehetetlenség. Most már az éves költségvetésünk jóval meghaladta 100 ezer eurót, hogy itt nagyon komoly pályázatok vannak. Hárman írjuk a pályázatokat, Babcán Flori János, Kolca Mátyással, mi vagyunk hárman az egész fesztiválnak a magja, mi írjuk, és az elszámolásokat is többnyire mi valósítjuk meg. Nagyon kemény munka van, hogy ahogy említettem, több városban tartunk koncerteket, ezért az Egyesület igazából Marosvásárhelyen van beírva, de ugyanúgy Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön írtunk be munkapontokat, hogy a helyadósági pályázatokon részt tudjunk venni, akkor hogy kérdezted, hogy honnan vannak pályázatok, a helyhatósági pályázatok, megyei tanácstól, a minisztériumtól, a Nemzeti Kulturális Alap Afecsené Románul. Itt el szeretném mondani, az idén megnyertük tőlük a legjobb rendezvényért járó díjat is, és még amellett, hogy nem csak azt a díjat kaptuk, hanem úgy emlékszem, hogy július elején voltam Olaszországban, egy egyetemen tanítani, és utána egy fesztiválnak is a meghívottja voltam, ott több szervező volt jelen, és ott is egy külön díjat kaptam a Harmonia Cordis Fesztivál megszervezéséért. Tehát óriási munka előzi meg mindazt, amit a nagy közönség láthat.
Igen. Hát nem csak előtte, hanem utána is, mint ahogy beszélgettünk, hogy mondtátok, hogy lejárt a fesztivál, nekem nem járt a fesztivál, mert most zajlanak a pályázati elszámolások, hát ez több hónapos meló, és közben már sokszor meg szokták kérdezni, hogy mikor kezdjük a következő évi fesztivál szervezését. Hát már a... Már elkezdtétek. Hát ne, jóval elkezdtük már, amikor szerveztük a 18-at, már 2-3 hónappal azelőtt már egyeztettünk bizonyos előadókról, akiket jövőbe szeretnénk kihozni, mert van olyan előadónk, hogy nem Európában van, nem Európából származik, és ennek a turnéját kell elkapjuk, hogy tudjuk elhozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma, és hát további jó munkát kívánunk. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.